Gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, otthonmaradás, ezt kérik napok óta mindenkitől a szakemberek. Csordás Adrián, a győri Petszaladár Kórház ápolási igazgatója elmondta híradónknak azt, hogy mire kell még jobban odafigyelni. A legfontosabbnak én továbbra is azt tartom, ami szlogen lett, hogy maradj otthon. Tehát ez a legfontosabb, hogy csak azt tegye ki a lábát a lakásból, vagy csak azt tegye ki a lábát a házából, akinek életfontosságú elmenni otthonról. Koncentráljon mindenki össze feladatokat, elég egy héten kétszer boltba menni, lehetőleg egy ember menjen a családból boltba, nem kell, hogy többen menjenek, nem kell mászkálni sehova, mindenki maradjon otthon. A szakember hozzátette, a járványnak már abban a szakaszában vagyunk, hogy bárhol lehet fertőző ember, és erre a vírusra mindenki fogékony. Emiatt a kórház épületeit is át kellett alakítani, hogy senki ne tudjon belépni indokolatlanul, ugyanis most az a legfontosabb, hogy a kórházi dolgozók meg tudják őrizni egészségüket. Javaslom továbbá azt, hogy a legfontosabb a kézmosás. Próbáljuk elkerülni, hogy a kezünkkel, amivel a lift gombot, a bevásárlókosarat, a korlátokat megfogjuk, azzal a kezünkkel ne nyúljunk az arcunkhoz, ne nyúljunk a hajunkhoz. Fontos lenne, hogy akinek van kézfertőtlenítőszere, az kézfertőtlenítőt használjon, akinek nincs, az amikor hazaér, az első legfontosabb feladata az legyen, hogy alaposan, szappannal, fél percig meleg folyóvíz alatt mosson kezet. Az intézmény ápolási igazgatója azt mondta, jó látni, hogy Győrben aki tud, az maszkot var. Hozzátette, hogy ezek a maszkok moshatóak, és mindenki vigye őket magával, ha kilép az utcára. Fontos, hogy az orrunk is fedve legyen, hiszen így éri el a kívánt védettséget másokkal szemben. A szakember még néhány otthoni tanácsot is adott az alapvető szabályokon túl. Érdemes átgondolni azt, hogy ha valaki hazamegy, akkor például a cipőjét, ha megteheti, hagyja kint. Fertőtlenítse le a cipője talpát, akár egy teljesen egyszerű hipós rongyra, hogyha rálép, az is jó, és hagyja kint a cipőjét. Akár hogyha sok helyen járt, zárt közösségben járt, ahol esetleg tüsszentés, köhögés előfordult, ha megteheti a kabátját is hagyjaként, ne vigye be a lakásba. A legfontosabb tehát még mindig az, hogy aki teheti, maradjon otthon, és csak a legszükségesebb esetben lépjen ki az utcára.